1972-ben épült ez a 9 emeletes ház a Rohonci úton. A 48-as lépcsőház lakói szerették volna a régi járólapokat kicseréltetni, erről döntöttek a közgyűlésükön. A munkálatok megkezdésekor azonban kiderült, a beruházás nagyobb lesz a tervezetnél. Előbb nagyon jól megy. Na. A lépcsőházi üvegfalakat egykor vaskeretben rögzítették, ez az évtizedek alatt erősen korrodálódott. Most egyedi méretű, hőszigetelt ablakok kerülnek minden szintre, amelyeknek egy-egy része az előírásoknak megfelelő menekülési útvonalként is funkcionál. Lehet szellőztetni, tehát ilyen szempontból is jó, a menekülés nem akadályozza, hiszen több oldalról ezt mi alátámasztattuk, hogy itt ne legyen probléma semmivel, a füst és hőelvezető az pedig maradt az eredeti állapotban, amikor épült ez a ház, automatika működik, hiszen azt rendszeresen ellenőriztetjük. A BEM Lakás Szövetkezet által kezelt házban a felújítási alapból tudják megvalósítani a beruházást. Nagyon örülünk neki, mert már itt az ideje, hogy éppen ez szépet legyünk újból, mert mi nagyon büszkék vagyunk a lépcsőházunkra, mert nem elhanyagoltuk el. A 9. emeleten lévő hő- és füstelvezető rendszert a munkálatok nem érintik. A tűzvédelmi szempontból fontos szerkezetet működtető automatikát rendszeresen ellenőrzi a hatóság. A korszerűtlen, néhol már töredezett üvegfalat hamarosan az 50-es lépcsőházban is hőszigetelt ablakokra cserélik.